Játékerőben, de legfőképpen szemléletben pozitív változás az évek óta hánykolódó tolnai MB2-es női kézilabdában. Izsák Bálint személyében új edző dirigálja a lányokat. Visszatértek az egykori meghatározó játékosok, például a kapuban Szabó Andrea, aki bizony megoldást jelenthet a zöld-feketéknél ezen a fontos poszton. Más motivációkkal, mint korábban, de újra szerelést húzott a szintén szülés, illetve családalapítás után visszatérő Majsai Sipos Ágnes, az utolsó tolnai női kézilabdás sikerkorszak emblematikus átlövője. Az alsóházi már évek óta a kiesés ellen küzdő Tolna a mezőny meghatározó csapatai ellen is szoros meccseket tudott produkálni az elmúlt hetekben, így az őket csak két helyen megelőző 8. Balatonboglárt abszolút győzelmi esélyekkel fogadták Izsák Bálint tanítványai. Meglepetésként ért a kinevezésem. Úgymond ez volt régen a álmom, hogy nekem egyszer egy felnőtt csapatom legyen. Nagyon megörültem ennek, hogy ebbe a pozícióba helyezett Takács úr, és élek a lehetőséggel, dolgozunk a lányokkal. Az új edző a visszatérők rutinjára, a többiekre is pozitív hatást gyakoroló szemléletétől reméli már most a nagyon kellő győzelmek megszerzését. Gyorsaságban kell sokat fejlődnünk még, támadásban, ahogy látszódott ez a második félidőn is, nem voltak meg úgymond a gyors támadások, gyors passzok, ezt még kell. Erőlét az úgy gondolom, hogy megvan, sokan végigjátsszák az egész mérkőzést. Ez rendben volt a Balatonboglár ellen is, erre lehetett építeni, és magasságban, kilóban igenis most már megvannak, ezáltal sokkal stabilabb a tolnai csapat védekezése. Bizony, a Balatonbogláriak keserűen tapasztalhatták, nem volt könnyű lövőhelyzetbe kerülni ezúttal ellenük, és ha sikerült, akkor Szabó Andrea sokszor a Tolnáról induló nemzetközi hírű klasszis kapust Max Anikót idézte. Kezében tartotta végig a meccset a Tolna KC, 5 góllal vezettek, ami egyszer a végén 2-re olvadt. De az utolsó 2 perc újból az övék volt, így 23-19 lett a vége, visszavágtak a zöld-feketék az ősszel elszenvedett súlyos vereségért. Egyértelmű, hogy fejlődött a Tolna, ezúton is szeretnék nekik gratulálni a hazai győzelemhez. Mi azért több mint tartalékosan érkeztünk, a fele csapatom a serdülőkorú, bárki utána nézhet. Ennek tükrében én azt gondolom, hogy helytáltunk, figyelve az egymás elleni gólarányra, hiszen ott sok volt a Balatonboglár javára. Napokban tudtam meg, hogy sérült hátán van. Így nem volt elégedetlen az ellenfél trénere a 4 gólos vereséggel. A jó szekszárdi védekezés egyébként nem lett volna még elég a sikerhez. Kellettek az átlövő poszton vállalkozó fiatal játékosok, akik közül 2 anno a Szekszárdról érkező Csajkó lengyel-falusi duó bizony megszórta 14 góllal a Balatonparti együttest. Utóbbi 8-szor vette be a Boglár kapuját. Az első fél időben voltak nagyon jó meglátásaink, illetve a kapus teljesítményünk remek volt, szóval ezre mindenképpen lehet építeni szerintem, akár tényleg most, hogy a lényeg, hogy nyertünk, tehát hogy mennyivel az nyilván az is fontos, de most a lényeg volt a győzelem, de komolyabb vagy nehezebb mérkőzéseken is ez az első fél időben nyújtott teljesítmény szerintem jó sikereket hozhat még. Ugye a védelembe is jöttek új játékosok, vagy hát a régi rutinosabbak visszajöttek, és hát igen, megpróbálunk nőtt így a falunk, tehát a kicsit magasabbak lettünk, és megpróbálunk gyorsabban, tehát fejlődni lábmunkába és edzéseket arra gyakorolunk, hogy fejlődjünk, úgyhogy most már azért a védekezésünk is kezd összeállni, nyilván ez idő azért, mert van olyan, aki életében nem játszott még egymás ellen, csak most mondjuk 2-3 hete, de ezen dolgozunk minden héten. Reméljük, hogy az erősebb csapatokat is meg tudjuk majd szorongatni, remélem lesz itthon is meglepetés és idegenbe is. Eredmények alapján szerintem jó a csapatnak a teljesítménye. Tényleg Pécs elleni az a 4 volt, de azt hiszem az 5 volt, nem tudom pontosan. Tehát 27-et lőttük idegenbe, az teljesen jó. Nagykanizsa ellen ott nagyon akadozott a játékunk, de azt is egy szemfüles góllal meg tudtuk nyerni. Múlt héten is úgymond ült a játék, csak volt egy 10 perces gólcsendünk, ott sajnos elment a mérkőzés.
Ezek láttán érdemes lesz majd kilátogatni a női kézilabda NB2 délnyugati csoportjában hamarosan esedékes szekszárdi Fekete Gólyák KC Tolna KC szomszédvári mérkőzésre. Ősszel még nem tudott a tolnai csapat felnőni ehhez a nagy feladathoz.